Megkezdődött az őzek párzási időszaka, vagy ahogy vadásznyelven mondják, üzekedése. Ilyenkor a bakok űzik a sutákat, vagy akár egy másik bakot is elkergethetnek a territóriumokról. Ebben az időszakban az állatok sokkal óvatlanabbak, figyelmetlenebbek, mint általában. Nem véletlen tehát, hogy ilyenkor sokkal gyakoribbak a vadelütések. Ami ugye igazán nehézé teszi a dolgot, hogy egész nap mozognak, jellemzően inkább ugye hajnalban és este, ilyenkor üzekedéskor egész nap mozognak, tehát gyakorlatilag bármikor találkozhatunk velük az utakon, és mivel ugye egymással vannak elfoglalva, még annyira sem figyelnek az autókra, mint egyébként. Fokozza a problémát, hogy az utóbbi hetekben folyamatosan dolgoztak a kombájnok a mezőgazdasági földeken. Az állatok ilyenkor a gépek hangja miatt is megriadnak, ráadásul a learatott táblákon már nem tudnak tovább rejtőzködni, gyakran így nagyobb csordákban keresnek megfelelő élőhelyet. Sokan még most sincsenek tisztában azzal, mi a teendő vadgázolás esetén. Hogyha ez az ütközés nem túlságosan nagy, akkor a vad elmenekülés ugye csak a kár marad ránk, amit ugye mivel két veszélyes üzem találkozásáról van szó, ugye ezt az autóvezető fogja viselni. Izgalmasabb a helyzet, amikor ott majd a vad is a út mellett ugye elpusztul, hiszen akkor azért szólni kell mindenképp a rendőrnek, aki értesíteni fogja a területileg illetékes hivatásos vadászt, aki majd ennek a tetemnek az elszállításáról gondoskodik. Nagyon fontos tudnunk, hogy ahogy mondtam is, hogy két veszélyes üzem találkozik, hiszen a vadászat, vadgazdálkodás is veszélyes üzem, az autóvezetés szintén veszélyes üzem, tehát itt mind a két fél viseli a saját kárát. Ettől függetlenül nyilván a vadásztársaságok, ahol szükséges, ott tárgyalnak az illetővel, az autótulajdonossal, és azért próbálnak segíteni a károsulton, nyilván olyan mértékig, amennyiben őket terhelheti valamilyen felelősség. Országosan jelenleg körülbelül 375 ezerre becsülik az őzállományt, a megyei titkár pedig azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a trófea minőségi ranglistán rendre az első ötben szerepel.